A kormány ígéretének megfelelően december 15-én 12 órakor szervezték meg Pátyi és az M1-es autópálya csomópont közötti összekötő út és kapcsolódó létesítményeinek átadó sajtótájékoztatóját. Elsőként Székely László Pátyi polgármestere saját településének szempontjaira mutatott rá az építés együttes hatásával kapcsolatban. Ez a közvetlen autópálya kapcsolat 10-15 percet jelent majd reggel is és este is. Vagyis napi fél órát is spórolhatnak az utazás során. Ez heti minimum 2,5 óra utazást jelent, ami éves szinten több mint 5,5 nap. Ez az az idő, amit ezentúl nem a biatorbágyi reggeli dugóban, illetve a 100-as úton hazafelé araszolva kellene tölteni. És természetesen várjuk, hogy a beruházás második üteme, a nyugati bekötő út is elkészüljön tavasszal, ezzel tehermentesítve Páty-Ófalu részét. Ezt követően Tarjáni István, városunk polgármestere kiemelte, hogy ez már egy régen várt fejlesztés Biatorbágy részéről is. A történet operatív része az 2017-ben kezdődött. Sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne ezt a forgalmi helyzetet, amely bennünket legalább annyira érint, mint Pátyot megoldani. Ahogy közeledtünk ehhez a mai dátumhoz, a biatorbágyi beruházások nem is nagyon érdekelték a helyieket. Mindenki azt kérdezte, hogy ez az autópálya felhajtó mikor fog elkészülni, úgyhogy nem csak én mondom, hogy ez Biatorbágynak fontos, hanem minden biatorbágyi polgár így érzi. Mencer Tamás a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy mekkora segítséget nyújt ez az átfogó fejlesztés a régióban. Ez a fejlesztés nagyban könnyíti a Biatorbágyon, Pátyon, Budajenőn, Telkiben és Budakeszin élők mindennapjait. Biatorbágyon megszűnik az átmenő forgalom, a Pátyon, Telkiben, Budajenőn élők sokkal könnyebben elérik az autópályát, és abban bízunk, hogy az átmenő forgalom Budakeszin is csökkenhet. Ez az autópálya lehajtó a Pátyi elkerülővel együtt 5,9 milliárd forint értékű fejlesztés, beruházás. Minden erőnkre, közösen minden erőnkre, és nekem személy szerint is minden erőmre szükségem volt ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Először, annak idején még a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsön kellett ezt áttolnom még a Covid alatt, és aztán elnyerni a kormány támogatását. Boldog vagyok, hogy mindkettő sikerült. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter méltatta a lehajtó jelentőségét. Budapest és térségének legnagyobb problémájának egy kis szeletét most orvosolni tudjuk. Egy olyan 6 milliárd forintos beruházás elkészültére emlékezünk itt most meg, amely nem vitásan nagyon nagy mértékben segíti a Pátyon, Biatorbágyon és a környék településein élőket. A több százezer a mindennapi munkavégzés érdekében kell, hogy elérjék a fővárost, ezért nagyon fontos feladat, hogy mind az autóközlekedésben, mind a vonat, mind a buszközlekedésben előre léphessünk. Ennek a térségnek ez valóban komoly lépés, nagyon nagy időt tudnak megspórolni azok, akik itt élnek. A ma délutáni esti óráktól lehet, hogy már érzékelni fogjuk, hogy kevesebb autó hajt át Biatorbágy utcáin, az autósok szabadon használhatják az új lehajtót.